A nürnbergi születésű festő Gizella Lusner 2007 óta él az Zala megyei Nagyhorvátiban. A kis ház, amit megvásárolt, szerelem volt első látásra. Az vált az otthonává, ahol az év nagy részét tölti. Autodidakta módon kezdett el festeni, több évtized alatt 7000 képet festett. Legszívesebben házakat és természetképeket. 1986 óta állít ki rendszeresen, 50-nél is több kiállításán csodálhatta meg a közönség alkotását Európa szerte. Szabad a csók, ma szabad a szerelem, szabad napos a szívem, gyere velem. Szalai Éva, te vagy a mindenem, gumicukor vagyok a tenyereden. A Balaton Színházban nyílt tárlata Magyarországon az első. Gizella Lusner több technikát alkalmazva festi meg képeit, mesekönyvekbe készít illusztrációkat és felnőtteknek tanít festészetet. A kiállításának anyagát Csengely Ágota ajánlotta a nagy közönségnek. Úgy gondolom, hogy a tavaszhoz ez nagyon jó kapcsolódik, ez a kiállítási anyag, hiszen annyira szép, színes, és hát egy olyan kiállítóval találkozunk, aki Németországból költözött Magyarországra, és mi ennek nagyon örülünk, hogy egyrészt más népek kultúráját is bemutathatjuk, meg hát ő neki nagyon megtetszett a színházunk, tehát azt hiszem, hogy ezért is találkoztunk így kölcsönösen. Gyakran láthatunk-e külföldi művészek tárlatát? Hát igazából nem, erre nem volt nagyon példa, hogy így betértek volna hozzánk, úgyhogy mi ezért is örülünk az ő kiállításának. Erre hogy lehet vonzani a közönséget, vagy ugyanaz a szokás, mint a magyar kiállítóknál, hogy megy egy meghívó és szájról szájra terjed, mert úgy tűnik, hogy nagyon sokan vannak. Hát egyrészt van egy kiállítási listánk, akiknek mindig elküldjük, mert tudjuk, hogy ők rendszeresen jönnek a kiállításainkra, a másrészt pedig itt azért meg kellett a német anyanyelvűeket is szólítani, ebben a kolléganom nagyon ügyes volt, tehát ő felderítette, hogy kik azok a német helyi lakosok, akik ide költöztek már Keszthelyre vagy Keszthely környékére, és őket is meghívtuk természetesen. Van-e információ a művésznőről? Hát én annyit tudok, hogy autodidakta módon tanult meg festeni, Németországban és szerte Európában több kiállítása volt, Magyarországon mi büszkélkedhetünk azzal, hogy nálunk most van az első kiállítása, és hát amint látjuk, nagyon vidám színekkel dolgozik. Itt beleszeretett Sármellék mellett egy kis házban, amit megvett, és 3 éve itt tölti a nyarakat, úgyhogy ez mint múzsaként is szerepel ez a kis ház, tehát több képén visszaköszön. És hát úgy gondolom, hogy aki Picasso-t ismeri, és a kubista stílust, annak ez a kiállítás is valamit jelenthet és mondhat. Mint intézményvezetőnek az első benyomás a tárlatról? Nekem tetszik, egyrészt azt tetszik, hogy nagyon színes, tehát ez azt hiszem, hogy mindenképpen öröm nekünk így a tavaszba. Másrészt pedig az, hogy egy új színfolt, tehát mi azért kubistákat nem nagyon szoktuk itt kiállítani, ebből a szempontból egy új színfoltja most a Simádi teremnek. A Keszthelyi kiállításra válogatott anyagban olaj és akvarell képek egyaránt megtalálhatók. Témájukat tekintve nem csak a szeretett természetképek, hanem városképek, csendéletek és életrajzi mozzanatok. Gizella Lusner képeit a Balaton Színház Simándi termében április 20-áig látogathatja a közönség.